Nekem is megfájdul a fejem, gyakran edzés közben, néha versenyen is. Tudom jól, hogy a fájdalomcsillapítók a központi idegrendszeren keresztül fejtik ki hatásukat. Ha egyáltalán lehet a szervrendszerek között sorrendet felállítani, akkor nekünk, gépkocsi vezetőknek, e szervünkre, az idegrendszerünkre van leginkább szükségünk. Idegrendszerünket vezetés közben állandóan újabb és újabb ingerek érik, melyre megfelelő tevékenységgel, fékezéssel, rázadással kell a lehető leggyorsabban reagálnunk. A fájdalomcsillapítók éppen az idegrendszeren keresztül fejtik ki hatásukat, és nem csak a fájdalomérző központra, hanem az idegrendszer más területeire is hatnak. A nyugtatók. Szemenaletta, Etoval, Albromán, Beloid, Elenium. Altatók. Hipnoval, Tardil, Eunoctin, a fájdalomcsillapítók, Demagon, Ridol, antineuralgika tabletták, a Novokain és Lidokain injekciók. Az allergiás betegségek tüneteit csökkentő úgynevezett antihisztaminok, Piperfen, Torekán, Tavegil, Peritol, vagy a mozgásszervi betegségek gyógyításában használt izomlazítók, Scutamil, Mioflexin. És más, most fel nem sorolt hazai és külföldi készítmények mind csökkentik a reflexkészséget, károsan hatnak az idegrendszer készenléti állapotára, ezért szedésük csak az orvos által előírt módon, és a gyógyszer csomagolásában is feltüntetett mellékhatások figyelembevételével történhet. Vannak olyan készítmények, melyek nem tompítják, hanem éppen ellenkezőleg serkentik a központi idegrendszer tevékenységét. Sokan élnek és visszaélnek az élénkítő hatású szerekkel, pedig ezek a doping hatású készítmények csak rövid ideig fejtik ki élénkítő hatásukat. Egy-két óra múlva az idegrendszer készenléti állapota a korábbinál mélyebbre esik vissza. Maga az élénkítő hatás sem veszélytelen, mert a túlfeszítettség cselekvési zavart, kapkodást, türelmetlenséget idézhet elő. Ilyen élénkítő szerek a Nerobol, Kofka, Aktedron, Centedrin, és a fogyókurákban gyakran használatos étvágycsökkentők. Clacidin, Pondex, Teronat. A hazánkban kapható gyógyszerek közül 179-nél várható olyan mellékhatás, mely a járművezetésre károsan hathat. Ezért csak az orvos által elért adagban és gyakorisággal szedhető. Néhány esetben a gyógyszer szedését követő 8-10 órában a járművezetés tilos. Ha valakinek gyakran fáj a feje, mint sajnos nekem, és szinte állandóan a volán mellett ül, kérdezze meg az orvosát, hogy milyen fájdalomcsillapítót szedhet vezetés közben, egyszerre mennyit vehet be, és mi lehet a napi adag maximuma. Nekem például az egyszerű kalmopirin is használni szokott. Jó egészséget, balesetmentes közlekedést, a viszontlátásra!